Az ünnepek, hagyományok az összetartozás érzését erősítik, a közösséget éltetik. Nem volt ez másként a Baba Mama Klubban, ahol a község védőnője szervezi a foglalkozásokat, ahova idén ellátogatott a Mikulás is. Minden évben üzenünk a Mikulásnak, hogy vannak nekünk itt apró gyermekeink a Baba Mama Klubba, illetve az óvodába, és szeretnénk, hogyha eljönne hozzájuk és megvendégelni őket egy kis csomaggal. Azt is megüzentük nekik, hogy nagyon jó gyermekeink vannak, és ezért olyanféle csomagot állítson össze, ami ezt jelképezi. Azt is elmondtuk a Mikulás bácsinak, hogy nagyon szeretnénk, hogyha az idén több gyümölcs lenne a csomagba, és egy kicsit kevesebb csoki. Szia Mikulás bácsi, már nagyon vártunk téged! A két óvodában is nagy öröm a Mikulás várás, az ezzel járó készülődés. A gyerekek nagy izgalommal várták ezt a napot, hogy eljöjjön a jóságos télapó. Almát, csoki, csuklót is, meg kaptak tőle mást is. Minden csoport énekekkel, versekkel és rajzokkal készült a Mikulás köszöntésére. A Mikulás ünnepségre mindig nagy örömmel készülünk a gyerekekkel. Már jó előre feldíszítjük a termet, az épületet, és különböző kézműves foglalkozásokon apró tárgyakat is készítünk, amit szintén felhasználunk dekorációnak, és versekkel, dalokkal készülünk a Mikulás bácsinak. Ebben az évben, sőt minden évben mindig a Mikulás ünnepség mellé egy előadással is kedveskedünk a gyerekeknek. Az örömmel tanult dalaikat, mondókáikat közösen mondták el. Hetekkel előtte készültek már a gyerekek, hogy örömet szerezhessenek a nagyszakálónak.